A Magyar Szó taggyűlési jogokat gyakorló testületek közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben a többi között a következő áll. A Napilapot tegnap támadás érte, amelynek következtében eltávolították az oldalról a Magyar Szó Kft. Korábbi tartalmait. A Purger Tibor által korábban az Egyesült Államokban bejegyzett magyarszó.com oldalra a szabadmagyarszó.com tartalma került közvetlen átirányítással. A Magyar Szó regisztrációjában az online megjelenés a Magyar Szó Kft. Tulajdona. A Purger Tibor, Kókai Péter és Vígi Zoltán által jegyzett oldal tehát ezzel elrabolta a közvagyont képező Magyar Szó szellemi termékét, ezért a Magyar Szó jogi lépéseket fog tenni. A közlemény szerint a támadás célja az olvasók megtévesztése, és az említett újságírók így próbálják saját politikai és ideológiai meggyőződésüket propagálni. Olvasható a közleményben.